Üdvözlök, ismétlen mindenkit! Ismét látható, hogy mit is csinálok. Az látszik meg, ha nem nézek tévét, se ilyen média tartalmat. Tudják miért? Azért, mert akkor az agyamat nem teszem tönkre vele, hanem feleszem, hogy itt kamerázgatok. Nézem a tájat, mert a nagyobb lesz a kapacitás, és ezektől sokkal jobb lesz az agy működésem. Serkentem az agyamat. Ha meg tévét nézek, mi is történik? Az bűn tönkre teszi az agyat, károsít az egészséget, nagyon sok mindent, meg rákot okoz, egyéb más tegségeket, depressziót, mindent. Önök tudják azt, mi a dolguk, fogják meg és dobják ki a tévét ki, ami nem lehet más csinálni, csak tévét nézni. Azért, mert nem kell, minek a tévé? Ledolgozza a napi 8-12 rosszat, elvégzi a napi szükségleteit, aztán meg nem a tévét nézi, hanem azon jár az esze, hogy minél több pénzt lehessen keresni. Nem pedig a pénzt nézegetni. Éves mindent. Nem azt, mint mások. Ottan látsz betanított szöveget, ez nem érdekes. Azért, mert több mindenre képes a sima lakosság, mint hogy állandóan nézze ilyen sztárokat, mit is csinálnak. Van művelődés, nincsen benne. Sem tudják azt, hogy milyen az írók, irodalmat, semmi más sem tudnak, csak a sztárokat. Mit is csinálnak, hogy ének, vagy egy más mindent, ami teljes mértékben felesleges. Még az is bűn, hogy más embert bálványoztatni, mint valami félistenek volnának. Köszönöm a figyelmeteket ismétlen, szevasztok!